A Matthias Corvinus Kollégium beregszászi központja az idei év szeptemberétől új épületben kezdhette meg a tanévet. Ennek köszönhetően az intézmény nagyobb teret kapott, ezáltal az elmúlt két hónapban lehetőségük nyílt arra, hogy több ismert anyországi előadót is meghívjanak. Legutóbb Kálnoki Boris, az MCC média iskolájának vezetője látogatott Kárpátaljára, hogy vidékünkön is bemutassa legújabb könyvét, melynek címe Őseim földje, a Kálnoki család története. Közel egy évvel ezelőtt egy hatalmas vállalást vett föl magára a Matthias Corvinus Kollégium beregszászi képzési központja, hogy a háború és a viszontagságok ellenére is hétről hétre megpróbálja megszólítani a kárpátaljai közösséget egy-egy rendezvénnyel. Miután szeptemberben egy új épületben, egy sokkal hatalmasabb kiterjedésű épületben kezdhettük meg a tanévet, még több lehetőségünk van már arra, hogy rendezvényekkel örvendeztethessük meg az arra érdeklődőket. Éppen emiatt minden két hétben egy nyitott rendezvénnyel szeretnénk megszólítani azokat az embereket, akik érdeklődnek akár egy könyvbemutató, akár az MCC tevékenysége, vagy pedig valamilyen nyitott rendezvény iránt. Azért esett a választásunk éppen ezekben a vészterhes időkben Kálnoki Boris Őseim földjén című könyvén ennek a bemutatására, hiszen ennek a kötetnek is éppen az a lényege, hogy bemutatja egy olyan főnemesi családnak az életútját, akik több száz éven keresztül valóban bejárták az egész világot, több földrészen is, több évtizeden keresztül éltek, mégis hazatértek mindannyiszor szülőföldjükre. Sajnos a kialakult helyzet miatt nagyon sok embert elszólított a kötelessége a szülőföldjétől, mégis bízunk abban, hogy ugyanúgy, ahogy a könyv főszereplői, ugyanúgy minden kárpátaljai, minden Ukrajnában élő is végül hazatér szülőföldjére. Az MCC média iskolájának oldalán közzétett bemutatkozásból megtudhatjuk, hogy Kálnoki Boris székely apa és sziléziai anya fiaként 1961-ben született Németországban. Miután szülei gyakran költöztek, ezért gyermekkorát Németországban, az Egyesült Államokban, Hollandiában és Franciaországban töltötte, 6 különböző városban. A középiskolát Párizsban fejezte be, 1986-ban Hamburgban diplomázott politológiából, majd a Die Welt szerkesztőségében kezdett újságíróként dolgozni. Származása azonban hazahúzta, és úgy érezte, hogy meg kell tanulnia anyanyelvi szinten a magyart, és azt szeretné, hogy a gyerekei is tudjanak magyarul, ezért 1993-ban, otthagyva felívelő karrierjét, Budapestre költözött. Én végül nemzetközi életet éltem, és egészen felnőtt emberként úgy döntöttem, hogy költözök. Alig lehet mondani, hogy vissza, mivel nem éltem ott előtte, hogy akkor a magyar világban akarom élni. És hát miért? Pont azért, mert nemzetközi életet, kozmopolita életet éltem, tudtam érezni Erdélyben, amikor először jöttünk, hogy ez egy mennyire fontos dolog az, hogy tartozunk valahova. Ez egy földelést ad az életben. Aki nem tisztában azzal, hogy ő kicsoda, az hülye dolgokat művel az életben. Egész társadalmak is így járhatnak egyébként. Úgyhogy így vagy úgy, de tudjunk, hogy hova tartozunk. Életem legjobb döntése, a leghülyébb döntés objektívan nézve, de a legjobb döntése, életemnek a legjobb döntése. A kőröspataki gyökerű nemesi família, a kálnokiak históriája végigkíséri a letűnt századok erdélyi, illetve osztrák-magyar történelmét. Kálnoki Borisban először akkor vetődött fel az ötlet, hogy könyvet ír családja történetéről, amikor erdélyi látogatása során rádöbbent ősei gazdag örökségére. A gondolat úgy született, hogy ültem a fürdőkádomban, gondoltam, milyen jó lenne a családomról, írhatnék könyvet, és két órával később csengett a telefon, ez egy német nagy kiadó volt. Nem lenne kedvem könyvet írni a családomról? Igen, lenne. Ennek egy előtörténete volt természetesen, de azt most nem kell részleteznem. Mennyire nehéz volt, hogy mondjam, beleképzelni magamat olyan helyzetekbe, amelyek nagyon rég történtek.
olyan ős bőrébe bújni, aki esetleg állandóan lázadozott mindenki ellen, és sokszor nagyon kényelmetlen helyzetekben volt, vagy aki osztrák-magyar külügyminiszter 15 éven át, hát az természetesen viszonylag nehéz, de a dokumentumokból, a családi iratokból azért ki lehet olvasni sok mindent. Amikor például egy testamentumban az édesapja azt írja, hogy János fiam, ne bántsa édesanyját, különben nem kap semmit, akkor lehet feltételezni, hogy egy kicsit hirtelen haragos lehetett az az ember például. Kálnoki Gusztáv külügyminiszter esetében sok minden családtag írt róla megjegyzést, karikatúrakat készített ő nagyon ügyesen, különböző anekdóták vannak róla, Sisi Erzsébet királynő, a magyar királynő gúnyverseket írt róla, úgyhogy ott is lehet egy ilyen emberi dimenziót találni, ha jól keresünk. A megjelentek érdeklődve hallgatták a szerző életútját és a könyv megszületésének történetét. Nagy örömükre mindenki hazavihetett egy példányt, amit Kálnoki Boris dedikált is nekik. A kígyózó sor pedig jól mutatta, mennyien szerettek volna néhány percet személyesen is beszélni a szerzővel. Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehetek az MCC rendezvényein, minden mellett a mai előadáson is éreztem, hogy mennyivel jobb, mennyivel közelebb élmény, amikor valóban az író mondja el számunkra, az író közvetíti el, hogy mit is szeretne az olvasó számára mondani, milyen érzéseket élt át, miközben írta a könyvét, és különösen érdekesnek tartom ezt a könyvét, mivel hogy ő is visszaszeretett volna térni az ősei földjére, és én úgy gondolom, hogy mi kárpátaljasiak is egy kicsit őrizzük a mi őseink földjét, úgyhogy egészen szívhez szólók voltak a szavai, és nagyon várom, hogy elolvashassam a könyvet, amit mai nap folyamán sikerült dedikáltatnunk is. Kálnoki Boris életútja és az Őseim földje könyve hamar közel tudott kerülni a kárpátaljai magyarság szívéhez, hiszen az az üzenet, hogy járjunk bárhol a világon, fontos a hazatérés és a gyökerekhez való ragaszkodás, szinte minden itteni magyar lelkében megtalálható.